eljárás, meg anyagi kérdésekből álló komplex tárgyában kell dönteni. Elítélésem szerint ugye kezdeném az eljárási kérdéssel. Egy téves ISZ álláspontról van szó, amit hallottunk az imént, éppen ezért ez a felnevezés gyakorlatilag megalapozatlan. Mégpedig azért, mert ezek a tárgyát képező, tehát az elkövetési magatartás alapjára szolgáló tárgyak, ezek részeivé váltak az illatanyagnak, tehát ennek, jól emlékszem erre a tárgyalási aktusra, ez a jelzőkönyvből kiderül, hogy sokadik, hát most már nem tudom, hányadik, sokadik tárgyaláson gyakorlatilag bemutatás után jegyzőkönyvezésre került, és egyben bűnjelként ez a bizonyíték, ez ott szerepel. Tehát tulajdonképpen ez bárki részére, így többek között az ügyészség képviselő részére is megtekinthető lett volna, ha élt volna eljárás jogaival, és mint ahogy egyébként az ember, ha egy fölmögő büntetőjárás adatait szeretne megismerni teljes körűen, akkor áttekinthette volna a rendelkezés álló igencsak terjedelmes időkeretben, hiszen az első és másokok között több hónap telt el. Ez a lehetőséggel nem élt. Most az, hogy a második bíróság korrekt munkát végzett, és megnézett minden illatot, és megnézte a bűnjeleket, az egy bírói hivatásrend szakmai szabálynak megfelelő eljárás volt. És ezt elvégezte teljesen. Az ügyészség ne mutogasson a tisztelt bíróságra, mint az elsőfokú, másfokú bíróságra, mert elmulasztott egy eljárási jogát gyakorolni. Ez természetesen semmilyen módon nem adható ott arra, hogy patentkivihelés legyen. Téves ugye az a megközelítés is, hogy egy tárgyalást tartott volna a másodfokú bíróság, nem tartott tárgyalást, a másodfokú bíróság nyilván ülést tartott, ahol elhangzottak az érvek, ellenérvek, és ennek keretében azok a szemléltető elemek, amelyeket a védelem fel kívánt használni, ezek felmutatásra kerültek, tehát ezzel gyakorlatilag semmi probléma nincs, már csak azért is, mert a védekezéshez fűződő jog sokkal több dolgot lehetővé tesz, mintsem azt ugye a mindetőjárási törvény szigorúan megszólító értelmezésével a szeretne az ügyészség átvinni. Tehát a védekezéshez fűződő jog, mint egy legfontosabb alapelv, amit a jelensok során, mint egy generál klauzulaként kell, hogy szem előtt legyen a jogalkalmazóknak, és többek között kell, hogy értelmet adjon egy olyan helyzetnek, mint amiről most beszélünk, tehát hogy van egy fahasáv, amit egy papír csomagoltak, illetve egy 6 darabról szó, 6 darab fahasáv képezi a jelens immunitás alapját, vád alapját is, és hogy ezeknek az elhelyezését kell ugye minősíteni. Kellett minősíteni, ugye ezt az első fok tényesen minősítette, másodfok viszont helyesen minősítette, és semmi olyan eljárási visszaság nem volt, éppen ebből fakadóan, amely a rendkívülésre okozott volna. Tehát írásán is határozottan ellen kell mondani ennek a megkülönítésnek. Ugye a ügyészség nem élt azzal a lehetőséggel sem, hogy a tárgyaláson megjelenjen, majd a nyilvános ülésen megjelenjen. Tehát ez megint csak egy saját felolható mulasztási körbe első cselekedet. A polgárjogi alapelv, de tulajdonképpen minden eljárásra jellemző, hogy saját felolható magatartására előnyök szerzőse végre senkinek hivatkozhat. Tehát gondolom, hogy itt is azért figyelni kell az alapelvre. Én ezt meglehetősen megmondom őszintén egy az érvény probléma megkerülésének látom, és ugye itt azért arra is figyelme kell lennünk, hogy ez eljárás azért nem ma indult, erről már szerintem bővebben fog majd Póka úgy beszélni, hogy azért mégis hogy lehetséges az, hogy 2013, tehát 4 évvel gyakorlatilag a cselekmények, után a két vádlottnak most is valóban itt kerülni a tisztelt bíróságon. A magyar mindetéresi szabályok szerint
valóban ez a különleges, ahogy tetszik, háromfokú eljárás lehetősége adott, de ezzel meg visszaélni. Tehát az ügyészség úgy gondolom, hogy visszaél ezzel a lehetőséggel, és nem az ügy értelmével foglalkozik. Az ügy értelmében is vannak nyilatkozatai. Itt akkor rátérnék viszont akkor a anyagi jogi érdemi érvekre, és különösen arra helyezem a hangsúlyt, hogy a tulajdonképpen a Budapest Körgyűjtő Törvényszék helyes és megalapozott munkát végzett, tehát tulajdonképpen azt a munkát végezte el, amit a első fokán kellett volna, tehát tényleg alaposan, indokolt módon és részletekben menően foglalkozott a közbeszéd fenyegetés büntetőtörvényi tényállásának dogmatikai kérdéseivel, és hiszen ez egy fundamentális része az ügynek, hogy vajon merítette vádottak cselekménye ezt a konkrét törvényi tényállást, ugye a BTK 338. szakasz első bekezdése szerinti cselekményt, amely egyébként, ahogy elmondtam a védőbeszédben, de ezt nem ismétlem, mert csak legfeljebb utalok rá, amely tényleg a közveszéllyel ne fenyegetődött senki, teljesen jogos törvényalkotói elvárás volt, cselekvés volt, hogy ezt tilalmazó normát építettek a BTK-ba. Ennek tényleg az a célja, hogyha valaki olyan magatartásokat tesz, hogy ki is bővítették, ennek a történeti előzményei vannak, tehát fontosan bővül az ilyen bombával való fenyegetések története is bekerült ugye a tilalmazott cselekmények körébe pár évvel ezelőtt, nagyon helyesen egyébként, és ennek az a fő üzenete ennek az egész törvényi tényállásnak, hogy konkrét, közvetlen, reális veszélyhelyzet látszatát kell kelteni. Itt ugye a látszatkeltés, így a legalább a cselekvéssel is ugye már lehet következő BTK módosítás óta, amit ugye alkalmazni kell az ügyben, ebben is itt a felek között. Tehát ez itt a kérdés, hogy vajon itt ez az jelenügyben fennállt, az ügy összes körülményének ügyvált alapján. És éppen ezért nagyon helyes egyébként az, hogy az első fok ilyen értelme szintén helyesen járt el, hogy alapos bizonyítást folytatott. Tehát ebben aztán tényleg nem lehet hibát találni, mert amilyen bizonyítási indítványok voltak, lassan, tehát nem azonnal, de azért egy kisebb, nagyobb naszogatás megtörtént, a bizonyítás lefolyt. Itt is külön ki kell emelni, mert ugye természetesen ez csak inkább egy szomorú része a igazságszolgáltatás jelenkorának, hogy az ügyészség ott sem állt a helyzet magaslatán az első fokú eljárásban, vagy a bíróság előtti szakaszban, mert nem folytatta le tulajdonképpen azt a köteles bizonyítást, amit le kellett volna nyomozati szakban folytatni, az összes terhelő és mentő körülményi feltárás, és ez alapján kialakítani ezt a meggyőződést, ami alapján egyáltalán vádemelésről lehet reálisan dönteni. Tehát ehhez képest a rendőrség ugye folytatott egy nyomozást, ahol gyakorlatilag a érdemi védekezéshez fűződő bizonyítékokat nem szerezte be, az ügyészség ez partner volt, gyakorlatilag megemelték ezt a vádat, amely gyakorlatilag első fokú bíróság ítélete szerint megalapozottnak tűnt, de csak tűnt, mert a másodfokú eljárásban a másodfokú bíróság Budapest Körgyűjtő Törvényszék nagyon helyesen és nagyon alaposan nem lehet elég kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy eleget tudott tenni a indoklási kötelezettségének. Nekem is több olyan jelenleg is képviseletemben védőként, ahol tényleg egy nagyon egyértelmű hivatalos személyen erőszakos ügyben rendőrök finoman szóval nem valóságnak megfelelő vallomása alapján bár a helyzet személyében jelenleg felmert ítélet született, de sajnos nem ért el olyan indoklási mélységet, és ezért határon kívül helyezték, és most 3 évet újra futunk. Tehát ezt a munkát könnyűen viszont elvégett. Tehát ilyen hiba nincs a Budapest Körgyűjtő Törvényszék ítéletében, 15-es számú ítéletben, hiszen 12 oldalon keresztül nagyon részletesen és tényállási elemek fontosságának, tehát jelentőséget tulajdonított olyan tényállási elemeknek, amelyeknek tényleg jelentősége van, hát az egy bizony evidenciának hangzik, de tehát ez emberek nem tudnának örülni, tehát ez meg is történik, tehát többek között olyannak, hogy milyen időtávolságot húztak például a rendőrök az intézkedés során, vagy egyáltalán hogy nézett ki ez a tárgy. Hát ugye ez a legfontosabb, hogy hogy nézett ki magából a tárgynak a megtekintéséből bárkinek le kellett-e vonni olyan következtetést, hogy itt már pedig mondjuk ki bomba, ez egy bomba.
ugye akkor erről szól a törvényalkotó szándéka, ezért fogadtuk el ezt a büntetőkörvénykövet így ebben a formában 2012-ben, hogy olyan norma legyen, ami az ilyen jellegű veszélytő cselekményeket üldözi. És nyilván itt egyszerűsítsük a dolgot, akkor lehet sikeres egy ilyen ügyben az ügyészség vágya, ha egy nyilvánvalóan bombának látszó tárgyat valaki egy közforgalom helyen elhelyez. Ez az, amiről szól ez a tényállás. Ez a felhívott fordulata, hiszen ugye lehet bombafenyegetést is csinálni, ahogy ilyen betelefonálok és bombát, bombarobbanást vizionálok, az adott esetben tényleg megvalósít egy ilyen cselekmény, ott nem is kell más vizsgálni. Itt viszont kell, tehát nagyon helyesen egyébként az esküvői bíróság is helyesen utalt rá, hogy itt meg kell vizsgálni az elhelyezés körülményeit, meg magát a tárgyat, meg az úgymond elkövetők, vagy a terheltek magatartását, de ebből rossz következéseket mond le. Viszont a másodfok ezt nagyon helyesen értékelte úgy, hogy ügyészség körülmények tekintetében és főleg a jogi alapok tekintetében egy teljes kihívási alkalmazásról van szó. Tehát itt a jogszociológia foglalkozik ugye azokkal a problémákkal, akkor ugye a jog félresítik, és olyan magatartások kerülnek, akár büntetői, bármilyen eszközzel szankcionálás, amiket nem kellene szankcionálni. Jelen esetben miről van szó? Vélemény nyilvánításról van szó, és nem többről. És először olyan vélemény nyilvánításról van szó, amelynek teljesen egyértelmű, ugye, címkét adtak, ezeket nem jó fogalmat találni, a tehetek. Tehát nyilván a legegyszerűbb lett volna egy posztert oda rakni a mafiókok bejáratára, és akkor ott, bár ott is volt olyan eset, hogy az áthúzott bomba tartalmal bíró papír darab elhelyezése is eljárás váltott ki, de az ügyészség akkor ott ezt helyesen nagyjából ebben az időszakban volt egy ilyen cselekmény, azt megszüntette ezt az eljárást, mert miért lenne az, miért látszan egy bombának. Jelen esetben ez a bizonyos figyelmeztetés, vagy véleményközlés, ami elhangzik, vagy megtörtént, ez egy atipikus formájú véleményváltás. Én nem látok, nem ismerek a törvényben a rendelkezést, ami az atipikus véleményváltásokat büntetni, rendelni, vagy tiltaná. Én inkább olyan rendelkezést ismerek az alaptörvényben, ami a véleményváltási szabadságot biztosítja. Bizonyos korlátai vannak, ilyen más emberi méltósága, személyes jogai, stb. Ilyenről nincs szó. Tehát olyan nem szerepel az alaptörvényben, hogy vigyázat, kedves polgárok, csak papíron lehet közölni véleményt, vagy szóban. De mondjuk egy tárgyon elhelyezett üzenete már nem lehet. Tehát ilyen nincs. Ilyet a BTK-n sem mond, ebből fakadóan, ha lenne mondjuk mint speciális, leszpeciális, ugye mondhatna, már az ember alkotmányos egyébként, látom már ilyen példát, hogy jogszabály megszületik egy alapjogi jelenetét és jogszabály, de nem ilyen torna született. Egy nagyon jó norma született, nyilvánvalóan az elszakadó bomba fenyegetőzések szankcionálására, illetve a valóban ilyen közveszéllyel való fenyegetőző, mert tényleg már teljesen 100%-os jelenlegi emberek magatartásait próbálja szankcionálni, mert ugye az ennél súlyosabb magatartások már átcsúsznak terrorcselekményekről a fenyegetésbe, stb. Tehát ez egy szűk kategória, ezt nem véletlenül húztam így a jogalkotó határokat, hogy kedves jogalkalmazók, ez a keret, ezt kell büntetni. A nagy halmazból, a sok-sok véleménynyilvánítás milliónyiból, milliónyi megnyilvánási formájából azt kell büntetni, hogy átlépi azt a szintet, hogy közvetlen, konkrét, egyértelmű bomba fenyegetést tartalmaz lefordítva erre az esetre. Tehát itt ennek a bizonyos elhelyezett csomagnak, 6 darab elhelyezett csomagnak az összes körülménye pont arról szól, hogy ez egy véleménynyilvánítás. Nem vitatható módon atipikus, ahogy tetszik, meghökkentő véleménynyilvánítás. Mi kellett volna ahhoz, hogy ezek a csomagok bombának minősüljenek? Tehát jó pár ötletet mondtuk mi is, az első eljárásban belementünk ügyészségben, ugye egy kis vita alakult ki, és ugye már licitáltunk szinte, hogy hát mondjuk tippeket, és hát mondtunk, zsinór,
lóg ki belőle, különböző ketyegő órák vannak fenne, vagy rajta, vagy kívül, esetleg rá van írva nagybetűk, hogy bomba. Sokféle variációt mondtunk, egyebek, de ilyen nem volt. Sőt, magyar nyelven, ékes magyar nyelven feliratok voltak olvashatók ezeken a csomagokon. Véletlenül sem az, hogy vigyázzat, hogy egy veszélyes, tehát ne nyújt hozzá, mert felrobban, vagy ez a bomba, sőt, nem. De fordíts, ugye, tehát egy üzenet volt rajta, hogy fordítsa meg a kedves címzet, hát pedig a bankfiók voltak a címzettek, rajtuk keresztül a bankok. Azok a bankok, amelyek részesei voltak ennek a bizonyos sebizahiteles csapda konstrukciónak, amelyek nyomán több százezer embert gyakorlatilag belecsaltak egy család pénzügyi konstrukcióba, és kifosztottak, vagy kifosztani próbálnak, reméljük, nem sikerül, de elkeseredett emberek üzentek bankoknak. Ezt megint csak nem tiltja semmi, a bankok a speciális jogszabályok nem védik, nem megkülönböztetett jogalanyok, tehát ugyanúgy lehetnek címzettjei a tipikus véleményi megtalálások, mint bárki más. Ilyen esetben ez történt. Ez történt, egy frappásnak szánt ötlet volt, frappás volt az ötlet, hát ez most 4 évig tart a eljárás generált, ez már viszont a láthatóság nem igazán frappás teljesítményének a következménye, hogy egyáltalán ezt a ügyet egy ideig tudja formálgatni. Tehát, és nagyon helyesen egyébként még helyes hangsúlyt helyez a második ítélet, amit az mozgalmi előzményeket felveti, felvázolja, de belehelyezi a kontextusba. Ez nagyon fontos, hogy a terheltek, ahogy tetszik, pedigrét kicsit átvilágítja, ahogy az első egyébként ezt megtette szintén, és el is mondták, tehát egy pillanatban is kellett találgatni, most ők őrültek, vagy nem tudom, hogy csak szórakozni akartak, vagy tényleg bombamániások, és nem tudom, akartak egy próbát, hogy na, akkor ezt bombának nézik-e. Nem, ők egy teljesen világos lapokkal játszanak, károsultakat képviselnek, ők maguk is károsultak, és úgy döntöttek, hogy egy frappás, hogy megállítási formát választanak. Az egyszerre helyezték el, ugye ez az első fok ítéletben köszön vissza, hogy hát ez egyértelmű jele annak, hogy itt még fokozottabb a veszély, hát pont ellenkezőképpen látjuk, tehát az, hogy 6 ilyen bombát kész valaki, anélkül, hogy bomba alapja legyen, vagy bomberutaló bármilyen megjelölést tartalmazzon. És egy 6 fiókhoz, 6 egymáshoz közeledő fiókban helyezett, tehát teljesen valószínűleg a valószínűség mutatóját a nulla felé erősen lehúzta önmagában ez, hogy 6 helyen helyezték el. Itt éppen miről van szó, hogy miért lett ebből ügy? Hát ugye ez egy ilyen láncolati folyamat, egy okozati folyamat, gyakorlatilag onnan kezdve, hogy ez egy bank, mint az OTP, jól emlékszem, hogy az OTP biztonsági, CIPBank biztonsági szolgálata ezen túlreagálta az ügyet. Tehát nyilván ugye a biztonsági szolgálatoknak vannak ugye szabályzataik, mint a rendőrségnek is vannak szabályzatai, túlhagyta formára alkalmaztak a terhetekkel és a hallgatósággal szemben. Tehát ezt azért, tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet visszaélni a biztonság fogalmával. Tehát pláne a világban ezt nyilván felelősen kell fogalmazni egy ilyen témában, amikor túl vagyunk az egy borzasztó terrormerényleteken, azóta, ráadásul azóta pörögtek föl, tehát 2016 óta pláne, de tény, hogy komolyan kell venni a biztonság fogalmát, és a jogos elvárás, hogy egy közforgalom számára nyitva álló területen, helységben ne legyenek bombák elhelyezhetők, hogy ne legyen a bomba, de az kellett volna, hogy olyan többlet tényállási elemmel bírjanak, olyan többlet jellegzetességgel bírjanak ezek az elhelyezett tárgyak, amelyek egyértelművé teszik, hogy ez komolyan kell venni. És igen, aztán a utólagos rendőri eljárások is azért ezt igazolják, ezt nem kellett komolyan, mert ők maguk se vették komolyan. Tehát részletesen idéztük, és nem akarom visszaidézni hosszabban, csak ugye maguk a tűzszerészek is elmondják, hogy igen, elkezdték lézerre vizsgálni, mindaltatban nem is nézték meg lézerrel, nem tartották ezt a bizonyos védőtávolságot, ugye itt a kommentárok így azt mondják, hogy azt kell elsősorban vizsgálni, hogy milyen hatás gyakorolt arra, aki ugye ezt így felfedezi. Hát ugye egy szakember fedezte föl, gyakorlatilag a szabad fogalmaznom, tehát egy biztonsági ember. Tehát nem Kovács Júlia háziasszony, egy
szatyorral a kezében, bakod bele, és ilyet meg is hívta a lehetőséget. Hát ez egy szakcég, aki ezzel foglalkozik, ezért fizetik ezeket a cégeket, hogy ügyeljenek hivatásszerűen a biztonságra, jó pénzért. Tehát nem az a feladatunk, hogy ijedezzenek, majd nézzanak, és az egész magyar rendőrséget mozgósítsák, és egy ilyen nyilvánvaló bombajelentezettsége, jó bombajelentezettsége nem bíró tárgyalóra indulják a fél megyei kapitányságból. Hát igen, ez történt pedig. És hát ennek milyen oka van? Oka van, mert ugye egy régi, hogy ez a konfliktus húzódik, ugye a terheltek és általuk képviseltem a Norháza mozgalom és a bank, különböző bankok között. Én megkockáztatom, mivel a védővéleményítás szabad, alapvetően védi, ezért én azt kell kimondjam, hogy itt a bankoknak egy bosszújáról van szó. Ez egy banki bosszú, amelyhez szintén ki kell mondanom, és egy védővéleményváltás, amelyhez asszisztál a rendőrség és ügyészség. Tehát ez több mint kétes helyzet. Ezt olyan el kéne kerülni az ilyeneket, úgyhogy szólóan is. És tulajdonképpen itt állunk teljesen egyértelműen, hogy ott van ezek a felvételek, ugye itt külön téma volt, hogy most akkor beazonosíthatunk, nem ők voltak, nem ők voltak, stb. Végül egyszerűsítettek az eljárásnak, terheltek egy időt, és azt mondták, hogy elvizsgálgassuk ezt, hogy ki volt, ki nem volt, hol állt, hol nem állt, hanem egyszerűen bevállalták, hogy már pedig helyeztük el. Miért nem állhatnák be, már csak azért sem, mert egy véleményt, atipikus véleményt mi ne lehetne nyilvánítani egy jogállatban, ahol ezt a alaptörvény biztosítja. És most ugye vége felé közeledve szeretnénk egy tanulságos jogesetet föleleveníteni, tehát is őben a tisztelt is ezt jól ismerik, de talán ügyész úr nem biztos, ezért neki elmondom. Hát ha esetleg a felvédése visszavonja a meghatására. Következő esetről van szó, ez ugye a bocsánat meg egész friss, ahhoz látom a, azt hiszem a bírósági határozatok 11-es novemberi számában, 360-as sorszámmal, 1515-ös oldalon. Ez tételesen a kúria büntető felügyeleti tanácsának, a 3-as számú tanácsnak a 157/2017-es ítélete, amely közveszélyjel való fenyegetés, közveszélyfenyegetés büntette tárgyában született. Természetesen itt az ellentétes való következtetés elvét kívánom alkalmazni, mivel ugye ez az ítélet közveszélyfenyegetés büntetének elkövetését állapította meg a szabott büntetést. Azonban, hogyha alaposan végigtekintjük ezt az esetet, és nagyon üdvös ez a gyakorlat, hogy pontokba szerkesztetten, hivatkozható formában teszik most már közé a jogeseteket, ezért értem egyes pontokat tételesen is felszeretnék hivatkozni, hogy ugye 200 ezer forint pénzbüntetésre ítéltek ugye olyan honpolgárt, aki 2016. szeptember 26-án, aki a következő tette, tehát ez a elkövetési magatartása következőképpen néz ki, az amerikai nagykövetség épületébe haladt be, biztonsági őrzésen került át, ugye, tehát hasonló, ugye, mint a mai eset volt. Itt ugye elkövethették volna a közveszélyfenyegetés, és ugye nem tudják, de elkövethették volna azzal mondjuk a, akár terheltek, vagy akár a hallgatóság, ha legalábbis itt a esetünk szerint a következőt mondják, mint ahogy mondta ez a bizonyos személy, akinek az ügyében a történet született. Itt ugyanis azt a szűréskor a biztonsági őrök többszöri kérdéseire megerősítette, hogy nem viccel, a cipőjében bomba van. Ezt nagyon nyomatékosan elmondta, többszöri, ugye a tényleg szerint többszöri nyomatékos rákérdése, többszöri nyomatékos válaszsal élt, a cipőben bomba van. Amerikai nagykövetségben, vagy a biztonsági őrök átszűrés zajlik a világban, ami zajlik. Hát ezt komolyan kellett venni. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ugye itt az mégis lefogyt egy eljárás, amely egyébként tehát első fokon is elítélték, másodfokon is elítélték, de kúria helyben hagyta ezt a legelős ítéletet, amely mégis 200 000 forint kérbüntetés szabott ki. És
Itt mi volt a fő dilemma, és ugye miért helyezkedett a kujjaradás pontra, hogy itt el kellett élni ezt az embert, mert, és akkor itt a 13-as pontra hívnám fel a figyelmet, szerintem ez a döntő ebben az esetben, ez a következő két perc szól. Igen, tehát a tényállásos kapcsolatban a 12-es pontban megerősíti, tehát a tényállás részeket, hogy nem viccel, tehát ugye nem kérdőjelezhető meg, ugye ma mondja teljesen a tényállás rögzítéseként a indokolás. 13-as pont mit mond? Kétségtelen, hogy a nyilvánvalóan komolytalan, viccelődő, közveszély, bekövetkezését jósoló, valótlan tényállítások, hozzáteszem zárójelben cselekvések. Bűncselekményt nem valósíthatnak meg, azonban ezt nem a fenyegető szubjektuma alapján, ez is fontos egyébként, hogy mennyiben szánt a viccesnek vagy komolytalannak, hanem az ezt észlelő személy szempontjából kell vizsgálni. És akkor folytatja, hogy a terhet kijelentés, ami szerint bomba van a cipőjében, egyetlen volt az abszurd, hogy a komolytalanságát a másik félnek nyomban fel kellett volna ismernie, hiszen a terhet többszöri rákérdezésre meg is erősítette. És csak ezt követően került sor a rendőrség hívására és intézkedéseire. Következőképpen önmagában ez a körülmény egyértelműen teszi, hogy a terhet cselekmények kijelentései alkalmasak voltak a köznyugalom megzavarására. Egyébként ez itt a lényeg. A 15-ös pont még egy fontos tanúságot von le, hogy fenyegetéssel kapcsolatban megjegyzi a kúria, hogy fenyegetésnek minősül minden olyan látszatkeltése, amely nem kifejezett tényközléssel utal azokra a valótlan és váratlan eseményekre, körülményekre, amelyek a közlés címzetjében azt a képzetet keltik, hogy bomba jelenlétének tényével kell számolni. Bomba jelenlétének tényével kell számolni. A magyar nyelvi nagyon koherens rendszer, kell számolnia. Itt határozottan azt kell mondani, hogy ezen csomagok, véleménymentes tartalmazó csomagok esetében nem kellett a bomba jelenlétével számolni. Egyébként még egy ilyen esetben is modelleztem, amit elmondtam itt ugye első rendű terhetnek, okavonnak, hogy ha mondjuk ott a kiszálló rendőrök, akik kijöttek, ott nézegetik távolról ugye a bomba, és megkérdezik, hogy úgymond bemeszelik Pókavarat, hogy állj már meg, mit csinál maga itt. És Pókavar azt mondja, hogy, vagy megkérdezik, hogy Pókavar, mi van azokban a csomagokban? Pókavar egyszer, kétszer, háromszor azt mondja, hát ilyen bomba van benne, hát akkor elkövette. Akkor elkövette a közösszei fenyegetést, de itt nincs. Nem történt ilyen. Tehát nem volt több a tényelási elem, hogy ezzel megkérdezhetjük. Na, mert aztán ráadásul a történeti tényeles így szól, hogy hát itt a rendőr már ismeri Pókavarat, ugye, tehát nyugodtan oda mentek volna hozzá, Póka úr, mondja már neki, hogy mi ez. Valószínűleg nem egy ilyen oroszában a Póka úr, neki beértük sem, hogy mi azt viccelődtek volna, hogy hát de bomba, jól jegyetek meg. Nem mondtak volna ilyet, nem kérdezték őket, de nem mondtak ilyet. Nem keltettek ezáltal a látszatot, amely közösség való fenyegetés közvetlen bekövetkezésének esélyét teremtette volna meg. Úgyhogy ez a bizonyos esetünk, ez pontosan azt igazolja, hogy a második ítélet helyes volt, és éppen ezért a felmentés indokolt. Mindkét terhet esetében ugye cselekményük az gyakorlatilag összekapcsolódik, társtettesi véleményváltás volt ez. Társtettesként elkövetett atipikus véleményváltás magatartását követték el, ennyit és nem többet. Ehhez a mutatóknak semmi köze nincs, ehhez egyébként a politikának van köze, a törvényalkotásnak van köze, meg kell oldani a devizakárosultak, se vizakárosultak ügyét, ebben törvényalkotási lépések szükségesek, és valószínűleg várhatóak is. Ennyi és nem több a állam feladatait, és nem az, hogy egy ilyen kvázi bosszú hadjárat formájában hosszú éveken át terhelje ilyen eljárással. Egyébként mind a terhelteket, de hozzáteszem a bíróságokat is, hiszen bíróságokat is lenne jobb dolga, hogy ilyenek dolgokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!